Országszerte több helyen kerültek új vezetők a rendőrkapitányságok élére szeptember 1-ével. Megyénkben tisztújítás történt a barabási határrendészeti kirendeltség, valamint a nyíregyházi, a záhonyi és a vásárosnaményi rendőrkapitányság élén is. Utóbbi helyről érkezett az új nyíregyházi rendőrkapitány. Tóth Attila 35 perc című műsorunknak adta első televíziós interjúját új posztján. Elmondta, hogy rendőri pályája a Nyíregyházán indult. Először az utcán kezdtem, járőrként kezdtem a munkámat, azután pedig alparancsnoki beosztások, majd középvezetői beosztások, és az elmúlt 4 évben volt szerencsém már kapitányságvezetőként a vásárosnaményi rendőrkapitányságot irányítani, és most szeptember 1-től újra itthon a nyíregyházi rendőrkapitányság élén. Mivel 18 évig itt dolgozott, Tóth Attila jól ismeri a kapitányság működését. Úgy látja, vezetőként lendületváltozást hozhat magával, célja pedig, hogy kollégái fegyelmezetten, de jó kedven végezzék munkájukat. Mindeközben a lakossághoz is szeretnék közelebb hozni a rendőrséget a szószoros értelmében is. A városlakók többször találkozhatnak a jövőben egyenruhásokkal a közterületeken. A közlekedés rendészet terén még inkább a megelőzésre fektetnék a hangsúlyt. Bár sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy ugye csak azért csináljuk, mert hogy nincs jobb dolgunk esetleg. Meg nem. Kell a bevétel. Igen, nyilván erről szó nincs, soha nincs. Nekünk a megelőzés a legfontosabb az, hogy mindenki épségben eljusson A-ból B-be, majd B-ből vissza A-ba. Ennek érdekében, ahogy kérdezte is, teljesen új típusú ellenőrzésekre számíthatnak Nyíregyházán. Sokkal jobban előtérbe fognak kerülni ezek a dinamikus szabálysértőkkel szembeni intézkedések, amelyek civil jellegű kamerával, felszerelt gépkocsiból fognak történni. Úgyhogy nem kell meglepődni, a jövőben sokkal több ilyennel fognak találkozni a város területén. A balesetek fő oka ugyanis itt is a gyorshajtás, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályok megszegése. A megelőzés szolgálja a kapitányságon belül működő baleset megelőzési bizottság is. A bűnmegelőzés is fontos terület, az óvodáskorúaktól egészen a nyugdíjasokig terveznek felvilágosító programokat szervezni.